A gondozási központ életében jelentős változást hozott a koronavírus járvány. Az eddig meglévő feladatok mellé az otthonmaradók és a szolgáltatásban eddig is résztvevők fokozott ellátása, a rájuk való az eddiginél intenzívebb odafigyelés lépett. A gondozási központ egy integrált intézmény, ezért többfajta szolgáltatást is ellátunk, ugye egészségügyi szolgáltatást, szociális szolgáltatást, gyermekvédelmi feladatokat. Minden egyes ellátást végig kellett gondolnunk, hogy ebben a helyzetben hogyan tudjuk úgy működtetni az adott szolgáltatásokat, hogy védjük a kollégákat, védjük az ügyfeleket, vigyázzunk mindenkinek az egészségére, viszont a feladatok ellátása az a lehető legzökkenőmentesebben történjen. Március 17-én a fenntartó az idősek klubját bezáratta, és az idősek így a saját otthonukban éltek tovább, de hogy a gondozónők folyamatosan jártak ki hozzájuk, segítették őket, és segítik a mai napig is, mert egyelőre még nincs arra vonatkozóan iránymutatás, hogy mikor tudjuk az idősek klubját kinyitni, és ugye kijött erre vonatkozóan egy protokoll, hogy az engedélyezett létszámnak az 50%-a az, akit július 31-éig el tudunk látni az intézményünkben, tehát ez nálunk azt jelenti, hogy a 30 fő helyett 15 főt fogunk tudni ellátni a klubon belül, de a többieket sem hagyjuk magukra, tehát folyamatosan keressük őket, személyesen, telefonos kapcsolatban segítjük a napi tevékenységeiknek az elvégzését. Június 2-ától a feladatellátásban változások következnek be. A családsegítő szolgáltatás esetében itt újraindul az ügyfélfogadásunk, bár nekünk eddig is volt ügyfélfogadásunk, amit úgy oldottunk meg, hogy a minket felkereső ügyfelek nem jöhettek be az épületben, egy irodai ablakon keresztül segítettünk, hogyha olyan intéznivaló volt, vagy olyan probléma volt, amit muszáj volt, hogy szakember segítségét kérjék hozzá. Ezekben a családokban, ahol ugye a gyermekek is otthon maradtak a szülők, mert akár elvesztették a munkájukat, akár ideiglenes leállás volt, vagy nem tudták megoldani a gyermeknek a felügyeletét, ahol nem működött megfelelően a családi dinamika, ugye amúgy is problémák voltak, ott ezek még jobban halmozódtak, ezek a problémák, feszültségek keletkeztek, és sok esetben ez egészen tetlegességig is fajult. Mivel nincsenek az oktatási-nevelési intézmények, akik a jelzőrendszernek egy kiemelkedő, vagy a jelzőrendszernek a kiemelkedő tagjai, ők nem találkoznak napi szinten a gyerekekkel. Ugye a családok bezárkoztak, hiszen az a szlogán, hogy ugye mindenki maradjon otthon. És félő az, hogy azért ott a négy fal között történtek esetleg olyan dolgok is, amiknek majd később súlyosabb hozadéka lesz. Tehát én azt gondolom, hogy egy idő után a gyerekek tünetelni fognak, tehát majd szeptemberben, amikor elkezdődik újból az iskola, akkor én úgy gondolom, hogy jelezni fognak több esetben, hogy problémák vannak. Megnövekedett az igény a személyes találkozásra, mondta Bodasné Simon Zsuzsanna. A helyzet ma olyan, hogy ezek a kapcsolatok felújíthatóak, és kezelni lehet a felmerült problémákat. Mindezt azonban csak a szabályok betartása mellett lehetséges, így az ügyfeleknek ezután is időre kell jönni és várakozni az udvaron kell, tette hozzá a gondozási központ vezetője. Nagyon pici az interjúszobánk, és ugye ahhoz, hogy a másfél méter távolságot meg tudjuk tartani, ezért két embert tudunk egyszerre fogadni. Én nagyon szeretném azt kérni, hogy még mindig, ha lehet, akkor időpontokra érkezzenek a családsegítőkhöz. Amennyiben ez nem megoldható, természetesen így is mindenkit fogadunk érkezési sorrendben. Viszont hogyha többen vannak egyszerre az intézményben, akkor a teraszon kell megvárni a sort, és ott is be kell tartani ezt a másfél méteres távolságot. Az ellátórendszert meg kell erősíteni. Ez ennek az időszaknak az eredménye.
több esetben találkoztunk például az idősek tekintetében abban, hogy akár az egészségi állapotukból kifolyólag, akár lakhatási problémából kifolyólag nem tudjuk elhelyezni őket. Tehát egyszerűen nem tudunk lakhatást biztosítani a számukra. Az idős otthonok ugye a járványhelyzetre való tekintettel zárlat van a felvétel tekintetében, és egyszerűen ezek most nagyon-nagyon kardinális problémák, és úgy gondolom, hogy talán még azt, hogy nagyon össze kell fogjunk.